Jó napot, kedves uram! Merre található ön? Meg jaj, nem találtál, csak egy kicsit. Hello, Máté! Mi a helyzet, kis haver? Minden rendben! Csillog a fejem, mint ahogy mindig. Önnel mi a helyzet? Megy el a kalapját? Miért van ennyi kalapja, uram? Wow, önnek is csillog, úgy látom. Rendben van. Pontosan. Hújja! Viszont, Máté. Jó, abba. Máté, viszont. Srácok, végre újra van mítoszos videó. Juhú! És ne feledjétek, ezekben a mítoszos videókban egyedi mítoszokat láthattok, ahol, amit sehol máshol az interneten. Ugyanis én találom ki őket. Mindenféle egyezés más videókkal, csak a véletlen műve. És hogyha szeretnétek, hogy hamar jöjjön a következő mítoszos videó, akkor nem ezt kell tennetek, mint levenni a kommentekbe, és leírni, hogy jöjjön a következő mítoszos videó! Juhú! Igen, és be kell rekedjen a hang, a hangotok, amikor miközben írjátok le, mint a Krisznek. És hogyha lájkoljátok ezt a videót, az is segít. Bizony, bizony. Pontosan! Na hello, srácok! Ez itt egy újabb GTA mítoszos videó. És ebben a videóban nagyon király, elképesztő király, mega epic mítoszokat fogunk tesztelni, ugye, Krisz? Igen, pontosan. Ja. Amiket. Viszont egy dolgot még meg kell csinálnunk, mielőtt elkezdjük tesztelni a mítoszokat, Krisz. Update-elni kell a hajunkat. Úgy, pontosan. Hogy gyere. Mert már egy kicsit hosszabb. Ja. Meghívlak, regiszterelek ez a boss. Mi? Amúgy hogy illik a matarathoz ez a csisak? Meg a ruhádhoz is amúgy, nagyon. Máté, meghívtalak. Szép. Meghívtál Associate-nek. Hát, ja, egész jó az a kis sityak. Ja, szerintem is jó. Azt kell mondjam. Jó, várjál, Máté. Tudod, oda föl, ahol a Trevor lakik, oda megyünk. Aha. És el kell abad érezben, király. Oké. És itt jó. Persze, hazugtak. Pedig én jobb úton jöttem. Hello, Markus. Mi a helyzetusz? Ez most nem mondod, hogy verekedni akar. Verekedni akar. Na, menjünk hajat vágni. De Máté most nem fog a... De Máté most be fog zárni a Lucky is. Nem fog bezárni. Jó van. Hello, Lucky. Hello, kösz. Én vágok halat előbb. Hé, hey, persze! Hogy miért nyomtál előbb? Oké, és jó van. Lesz egy hajmosás akkor először is. Igen, először is hajmosás, aztán növezd meg a hajam. Mély hajmosás. Ez mi az, hogy mély hajmosás? Az, hogy így nagyon mélyen átmossa. Hogy a mély néni mossa meg a hajat. Na, szóval most már ugye nem rövid a hajunk, úgyhogy... Hát, rövid, de nem ilyen kapasz. És miért rám néz a Lucky is, amiközben csinálja a hajadat? Nem is így nézel ki, te büdös. Na, jól van, akkor ez így jó is lesz, szerintem. Hát ez csoda, miért úgy nézek, mint a Joker? Jó van, kösz szépen, Lucky. Fúj, de hogy nézel ki? Úgy nézek, mint a Joker. Na, most én jövök, és én a valóságnak a megfelelő hajat fogok beállítani. Na, szerintem ez a valóságnak legmegfelelőbb, amit találtam. Nézzük is, szerintem... Tökéletes lesz, jól van. Pompázatos, még a homlok is stimmel. Köszi szépen, Lucky is. Köszi. Na menjünk. Let's nagyon, go! Ez tényleg van. Hello, Martin. Mi a helyzet? Az a Drake-ös. Drake? Drake-ös. Na gyere, ő battány fel a mataromra. Srácok, készen álltok Krisztián csodálatos mítosz világára. Hát ilyen fejjel nem igazán. Na? Te ez csodás volt. Ezért ezt érdemled. Hogy nézek? Én hogy, mi az, hogy én Máté, hogy nézek ki? Ezt te mondod! Te mondod, hogy hogy nézek ki, hát, hogy nézek ki? Na, nem szégyelled magad, hogy így nézek. És miért zsíros a hajad? Miért nem mostad meg? Ezért nem a hajvágás előtt kell megmosni a hajadat, te körbarom. Szerintem készen is állunk, hogy elkezdjük az első mítoszt. Igazam van. Szerintem is. Úgyhogy, Krisz, mondd az első mítoszt. Vércsíkot lehet húzni a játékos vérével. Az az első mítosz. Azaz, ezt úgy kell érteni. Hogy kiszedjük ezt a majom embert, és megpróbáljuk rajta. Na. Hát az nem a játékos. De amúgy mindegy igazából. Mindegy de... igazából. Úgyhogy...
A francban nem találtam el. De most ránk hívod a rendőröket fölöslegesen. Jó, most nehát lehetettem. Hozz egy autót. Miért én hozzak autót? De neked kell. De hát én lőttem fejbe, hát most nehogy már minden, mindent én csináljak. Hozd az autót, mert felszárad a vére, te őrül. Szóval az a mítosz, hogy itt van ez a nagy vértocsesz, és hogyha belemegyünk a kocsi kerekével, akkor húz utána, elhúzza a vércsíkot. Mint ahogy a valóságban történt. Úgyhogy nézzük is meg. Máté, húzd a csíkot. Ja, de ahogy ott... De a kerékkel menj be. Húzta? Igen, igen, húz csíkot. Azta, és olyan... Olyan irányba, ahogy megy a kerék. Ja, és olyan szírű. És még egy vércsíkot. Szóval akkor ez... Húzzatok innen! Húzzatok innen! Fene van. Jaj, ne! Gyere, ülj be, Krisz! De gyorsan! Nem jó, mert akkor engem is elkezdenek körözni, te őrülete. Körözni? Ülj be! Szóval ez a mítosz, srácok! Igaznak bizonyult! Ez egy elég jó kezdés volt szerintem. Mert én nem gondoltam volna, hogy ez ja, működni fog. Én se gondoltam volna, mert csak láttam egy ilyen nagy vértócsát, és csak akkor gondoltam, hogy mondom, hú, hát ez biztos. Vagy hogy esetleg húz a csíkot, vagy nem, de húz, úgyhogy tök jó. Akkor kész is van az első mítosz. Ez az. És ez tök jó mítosz volt szerintem. Srácok, pontozzátok a kommentekben, hogy milyen jók a mítoszok. Ja, a következő mítoszt meg tudjuk itt csinálni, Krisz. Ho, ho, ho. Mégpedig nagyon is meg tudjuk csinálni. Ugyanis a következő mítosz az nem más, mint hogy... A gránát felrobban a kezedben egy ütéstől. Wow! Ezt úgy képzeltem el ezt a mítoszt, hogy a gránátot így tartod a kezedben. Várjál, megmutatom. Igen. Így ugye most tartom gránátot a kezemben. Aha, ott van. És arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk egy baseball ütő ütésétől fele robban. És ez pont tökéletes helyehez, mert ide föl tudunk állni, és akkor szerintem pont olyan magasságban lesz a gránát. Hogy eltalálom baseball ütővel. Igen, úgyhogy mondjuk, várjál, így beállok. Na várjál, akkor van-e baseball ütőm? Természetesen. És akkor azt kell megnézni. Viszont ilyen van. Nincs baseball ütőd. Nincs, de ilyen pajeszom van. De a szar baseball ütő kell. Mi valami szar? Baseball ütő kell. Ez tökéletes. De a gránátot üssed ne engem. Hát de téged ütettem a gránátot üti. A gránátot ütötte? Hát nem tudom, várjál, belső nézetben megpróbálom. Állj, szállj már föl. Nyomorék, szállj már föl! Nem igaz, már nem bírsz fel, szállj egy ilyen szarra, na. Nem a gránátot üti. Megy le az életed amúgy? Hát megy, aha. Nem üti meg a gránátot. Viszont, mi van akkor, hogyha meglőjük? Igen, meg kéne próbálni, hogy mondjuk meglőni. És hogyha a lövéstől felrobban, akkor az is lehet, hogy, csak nem találja el. Ja. Ja. Oké, és na, akkor beállok, és akkor lőj meg. Hagyjatok már, mindenki hívogat. Állj már be! Menő híres ember vagyok. Oké, állj meg csak simán. Nem enged meglőni, mert ugye asszociétek vagyunk. Ja, mert asszociét vagy, várjál, akkor kirúglak. Remélem azért a fizetésemet megkapom. Jó. És nem kaptam meg a fizetésemet! Pedig kellett volna távozási bónuszt adnod nekünk csak. Ezért most szépen a gránát a kezedbe! 3, 2, 1. Megy le az életed? Igen, egy pici, de csak egy pici. Aha, hát nem robban fel. Szóval ütéstől sem fog felrobbanni. Akkor ütéstől sem fog, hogyha a pisztolygolyótól nem robban fel. Ja. Szóval ez a mítosz. Hamis! Ugyanis nem robban fel a gránát. Attól, hogy megütöd, és attól, hogy meglövöd pisztolyát, szóval. Ja. Ami nem realisztikus, mert attól fel kéne, hogy a robbanjon. Hát mondjuk honnan tudod. És hogyha nekivágom valakinek, akkor felrobban. Hát próbálj ki. Mondjuk ennek a Mr. Melindának. Ennyi. Igen, aha, úgy látszik. Gyorsan, futás, futás! Úgy látszik a Mr. Melindának. Felgyújtottuk itt a kilátót. Krisztián, közben mondhatod a következő mítoszt. Oksi-moksi kis haver. Oké, na leráztuk a rendőröket, és akkor mondhatod a következő mítoszt, Krisz. A következő mítosz az egy a videóban tapasztaltak alapján derítettem ki, és nem más, mint a GTA 31. részének az első perc 20. másodpercében. Vágj csak be, Máté. Belső nézetben agyonvertem a Krisztiánt. Ilyet csináltunk sokszor. Csalásod gyorsabban üt. Szóval, srácok, amint láthattátok, én úgy gondolom, hogy ha belső nézetben vagy, akkor gyorsabban üt a karakter, ugyanis nem tudtam felvenni a versenyt a Mátéval, miközben ő belső nézetben ütögetett velem. Azt fogjuk most kideríteni. Ja. Még nem tudom, hogy. Szerintem úgy kéne, hogy lemérni, hogy mondjuk bizonyos idő alatt mennyit ütsz.
belső nézetbe, és mennyit tudsz külső nézetbe. Mit szólsz, Máté? Hát verjük össze egymást. Gyere. Ja, tényleg úgy akkor, hogy először te vagy belső nézetbe, én meg külső nézetbe, igen. És akkor megnézzük, hogy ki nyer, és utána fordítva, és utána megnézzük, hogy lemérjük, hogy mondjuk 10 másodperc alatt mennyit ütsz. Ja. Úgyhogy okay. Bemálltok belső nézetbe, és szétverem a fejed. Te macsak! Okay. 3, 2, 1, hát csodás, nem is láttak semmit. Hogy kell verekedni? Ja, nem is jót nyomok. Ez az, én nyertem. Ezt újra. Várjál, újra, ma fele verekedésben nem is jót nyomtam. Most várjál, oda megyek hozzá, te bénuska, bénuska. De a kocsit ott ne hagyd a királykocsit. Jaj, már azt a királykocsit, felejtsd hagyd, ne, már ne, oda megyek én inkább a kocsit. Felejtsd már el a királykocsidat. Ne a kocsi! Senkit nem érdekel. Gyere, na, oda, menne a fűbe. Itt ezen a földúton, ez jobb. Jó, de ne így üvöltsél már, mint egy ilyen őrült, és így bele. Ez jobb! Szóval, Krisztián, második kör. mert előbb nem bírtam verekedni. Azt se tudja. Máté, már 60 videó van a GTA-ból, és ez a munkát, hogy GTA-zzál részben, és nem bírod, nem tudod, hogy melyiket kell ütni. Hát ne jó van, mána. 3, 2, 1, mehet! Hát, őszinte legyek, ugyanolyan gyorsan ütök, mint az előbb. Szóval, pedig akkor rossz gombot nyomtam, most meg jót. Na most én leszek szóval akkor most levertelek, mint a botat. Igen. Oké, és akkor most én váltok belső nézetbe. Jó, most belső nézetbe vagyok váltva. Oké. 3, 2, 1, meg! A fenébe, így meg te nyertél. Igen. Akkor lehet, hogy pont még fordítva van. Igen, mert ugye lehet? Amikor belső nézetben vagy, akkor nem látsz semmit. Az így össze-vissza rángatózik minden, és nem látsz semmit. Külső nézetben meg látod, szóval érdekes. Nem tudom, nekem ez fura. Várj. Ez az, még megvan a kocsink, let's go! De is megyek érte. Oké, és na várjál, viszont attól még lehet, hogy többet ütsz. Szóval akkor mérjük le. Nem ütsz többet. Mérjük le, mert úgy tudjuk csak meg. Úgyhogy gyere ide át. És akkor lemérjük ezt a bénát, hát nem bír vezetni. Hát nem bír vezetni, hát nem hiszem el. Máté, azt kell most csinálni, hogy mondjuk mennyi idő legyen. Mennyi idő legyen. Krisztián, nem tudod ezt így lemérni, ezt felejtsd el. De 3-ra indul és 20 másodperc, és te meg számolod, hogy mennyit ütsz. Oké, és először külső nézetben. Jó? Várj, én elszaladok addig. De mi az, hogy először külső nézetben? Külső nézetbe 20 másodperc alatt mennyit üt a karakter. Utána meg belső nézetbe 20 másodperc alatt mennyit üt a karakter. Yeah. Miért olyan nehéz ezt fölfogni? 1, 2, 3. 1, 2, 15. És vége. Jó, 16. Majdnem 17. 16. Csak a falat rugdostad, és ezt lehet, hogy az... Nem baj, ez is a falat fog. Oké, és na akkor külső nézetből 16-ot ütött a Máté, akkor most újraindítom a 20 másodpercet, és most belső nézetből. 3-ra mehet, jó Máté? 1, 2, 3. 1, 2, 15, 16, és kész. Majdnem 17, szóval ugyanannyit ütöttem. Igen, szóval ugyanúgy 16-ot, mint előbb. Szóval, ez azt jelenti, hogy ez a mítosz hamis. Ugyanis nem ütsz többet belső nézetben, mint külsőben. Na, gyere csak Krisz, ülj be a király Meluxomba. Mert most nem a Deluxommal megyek, hanem a Meluxommal, mert a Melux az jobb, mint a Deluxom. Na, és mondhatod a következő mítoszt, azt a mi az a holdot? Az... A golyszlimágus. Vörös hold. A golyszlimágus golyója. Igen. Várja, fölmegyek a golyszlimágus golyóját. Én meg fel... Következő mitosz. A golyszlimágus golyóját le tudom rúgni innen. Hüa! Hüa! Ez az, leesett. Hé! Hey! Ez az! Lerúgtam a golyszlimágus golyszliát. Mi? Mi ez? Futás, futás! Mi történik? Én rúgtam le a golyszlimágus golyóját. Én. Wow! Mi ez? Wow! Bebagolt a földbe a golyszlimágus golyója nekem. Aszta, tényleg ott is van egy, meg egy is. És fölgyulladt tőle a mező. Mert rálőttem tűzijátékot. Ja.
Na gyere szájban meluxomba. Oké, és na. Most, hogy a gojszlimágus gojszliát le... Miért nem megy a meluxom? Várjál, Máté! Ja, mert egy pad. Várjál, ne, állj. Segítek, jó? Ne! Ne segíts! És megöl. Meghaltál? De gyenge vagy. Ne, ugye nem tönt el a deluxom, eluxom. Nem, oda megyek hozzád. Pattanj be, kis haver. Hát nyilván bepattanok saját autómba. Fejezd már! Szaltó! Oké, és megfordítottalak. Ez direkt ezért csináltam, mert ugye arra kell mennünk. Igen, na mondhatod a következő mítoszt, Krisz. Oké, és a következő mítosz az egy nagyon szuper, és izgalmas, és érdekes, és szuper, és király, és meg a hiper-szuper király mítosz. Szóval ide kell menni, Máté. Jó, és ide kell menni. Jó. Meg jó, hogy a szuper Meluxonban ülünk, és hamar odaérünk. A következő mítosz az itt lesz benne a katonai bázison. Igen. Menjünk be a katonai bázisra. A király Meluxonat úgyis beengedik. Hát nem gyönyörű. Most fényeztettem újra. Egy karcolás sincs még rajta. Oké, és észrevettél valamit, mikor bejöttünk? Aha, beengedtek. Fordulj meg. Észrevettél valamit? Próbáld meg elütni a sarompót. Észrevettél valamit? De... Hülye barom! Most a meluxómat összetörték! Hát a hülye, te vagy a hülye. Mi? Hát azt mondtad, próbálj meg elütni a sarompót. Hát már elütöttem. Hát ne legyél már a majom ember. Hol a meluxóm? Remélem eltűnt, mert már elegem van belőle. Igen! Hogy nézel ki? Fúj! Te bűzös ember! Na gyere ide a lámpafénybe. Mi a szar? Egymással verekedsz! Egymással harcolnak a katonák! Hát lájon látom, azt engem lőnek le! Mindig én vagyok a célpont! Mi ez a macskas, vizé, pszichopata, ilyen bohóc őrült? Miért nem azt törlitek meg? Miért engem a király menő halit? Mert halít? Lehet, hogy a macskas, pszichopata, bohóc őrült, ez nagyon aranyos. Nem is csinál semmi rosszat. Ez esetleg arra gondoltál már. Mi? De Máté, elmondhatnám már végre, hogy mi lesz a következő mítosz? A következő mítosz. Az nem más, mint hogy nem lehet elütni a katonai bázis sarompóját. Wow. És még pedig azért gondolom így, hogy nem lehet elütni, mert bárhogy száguldok, egyszerűen mindig fölvonzák, vagy fölhívják, vagy hogy mondjam. Ja, hát itt van, ez igaz, mert egy hamis, mert itt van már. Jó, de az az NPC volt, de te el tudod ütni. Hát a meluxommal biztos nem, viszont egy kamionnal szerintem simán. Hát próbáljuk ki. Ugye azt láthattátok, srácok, hogy mindig fölvonzák, most minden idejóm a rakétakocsit, és megnézzük, hogy az, mert az nagyon gyors. De a lelapos. Hát jó, csak föl tudják, olyan gyorsan föl tudják hozni. A Deluxommal el fogom tudni ütni. Helyzet? Lehet. Én bízom benne. Legalábbis tudom. Oké, és na, itt van a scramjet, már is jövök, és megnézzük, Máté, állj be ide oldalra, és megnézzük, hogy ezzel lehet ütni. Itt a jobb oldalinál mennyi, és akkor ide állok mellé, és akkor megnézzük. Én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem fogod tudni, viszont 100%. A Deluxommal el fogom tudni ütni. Ja, okay. Sőt, te is el tudod, hogyha ugrasz egyet. Na ugye itt láthatjátok, srácok, figyeljétek, megmutatom még egyszer, hogy eddig esetleg nem láttátok, hogy ez történik, hogyha megpróbáld elütni a sarompót. Igen, szóval így fölmegy, és azonnal visszamegy, szóval nagyon gyorsan reagál a sarompó. Oké, és akkor megpróbálok minél nagyobb sebességgel a rakétát is nyomom. És megnézzük, hogy el lehet ütni. Nem. Azonnal fölnyílik. És azonnal fölnyílik. Ja. Még a scramjetnek is. Oké, most azt próbáld meg, hogy ugratsz előtte. Oké. Mert az talán... Ja, várja, befele kell, várja. Na, akkor megpróbálok ugratni. Neki mentél! Láttad? Igen? Igen, mert így szikrázott. Igen, de nem tört le, igaz? Nem. Érdekes. Szóval akkor nem tört le. Mit lehetne még megpróbálni? Hát kamiont. Utánfutós kamion. Megpróbáljam az... Van az a háromszöges kamion. Azt megpróbáljam. Háromszöges? Aha, igen. Hát azt a zúzó kamiont. Jó van, még megvan a meluxóm helyes. Fejezd már ezt a marhaságot. Na, mit mondtál? Most csak azért nem ütlek meg, mert ott egy katona, de amúgy szétverném a fejedet. Hogy beszóltál a meluxómra. Nyugodj meg, ez a macskos pszichopata bohóc őrült, ez nem tudja, hogy... Na jól van! Valaki azt állította,
hogy nem lehet letörni a katonai bázis sarompolyát. Ez a valaki amúgy én voltam, de most ki mindjárt kiderül. Megfogom. Hülye majom! Ugyanis megfogom az epic kamiont, és ha ezzel nem tudom letörni. És komolyan összetörted a meluxómat, ha ezzel nem törik le, akkor semmivel. Hát erre én is kíváncsi leszek, úgyhogy nézzük. Letöröm azt a mocskos sarompot! Hozzáá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 á
csarompó. Ja, csicska csarompó. Oké, és ki, kifele vezető. Én meg a fejemmel letöröm. Na menjünk. Ide föl tudok ülni hátulra, de jó. Ez komoly. Aha. Ah, ne, a meluxom. A meluxom. De nem, ez tök menő, hogy ott hátul ülsz. Igen, ja. De a meluxomat nem akarom itt hagyni. Szóval, srácok, ez a mítosz hamis, ugyanis le lehet törni a katonai bázis sarampóját. Viszlát, meluxom. Oksi, mehetünk. Viszlát, meluxó. Majd még találkozunk valamikor biztosan. Viszlát, meluxó. És te mit köszönsz neki? Azt mondtad, hogy utálod, te macsak. Hát utálom is. Akkor ja. Nem köszönsz neki, te macsak, de... Máté, most tudod, mire vagyok kíváncsi? Na mire? Hogyha te ott hátul ülsz, és akkor? Én ezt csinálom, akkor mi történik? Semmi. Takácsona, tülök végig. Lerepül. Na jó van, akkor ez a mítoszt is leteszteltük, hogy lerepülsz onnan, hogyha nyomok egy szaltót. Oké, okay, na mi a következő mítosz, Krisz? A következő mítosz az nem más, mint hogy ezt be tudom repíteni a patakba? Nem, a fenébe. Azt be tudom! Máté, ezt be tudtam repíteni? Összenyom! Ellátom, beszorult! A lábam! A drága lábam! Ha mi történt? Nézd, már jön verekedni! Jön verekedni! Leszorom! Menjünk! Ta. Így is fáj a lábam! $3000 lesz a kórházi számlám, na menjünk! Ja, a következő mítosz, ez egy nagyon érdekes mítosz. Ugyanis... A következő mítosz ez nem más, mint hogy hosszában átrepül a buszon a rakéta. Szóval ugye azt már az egyik mítoszos videóban leteszteltük, ugye... Aki látta, az látta, aki nem, az nézze meg, hogy a keresztben át lehet lőni a rakétát a kocsin. Igen, igen. Most azt akarom megnézni, hogy a buszon hosszában, ugye az vagy 20 méter, hogy ott úgy átrepül végig a rakéta, a rakétavetőből. Szóval, álljunk is itt meg. Oké, okay. És hívd a buszod. Azt nem, okay. Ilyen sármas fiatalember lettem ezzel a hajjal. Hát szerintem így is hagyom örökké, mert ez nagyon menő. És Pegasus. Hát Krisztián, viszont te ne hagyd így örökké, mert úgy nézek ki, mint egy ilyen nyomarék. Mint egy bahóc. Úgy nézek, mint egy bahóc. Megérkezett a buszom, Máté. A Pegasus leszállította. Azt, ami volt ez. Bocs, csak tüsszent, de nem kell. És ez miért úgy tüsszentette, mint ahogy senki sem? Hol van a buszod? Még kell 20 millió évet sétálni a buszhoz? Hát mert a busz Pegasus ez nem ad a mellét hozzá, hanem az kis a busz megállóba? Új, most nézem. Itt van. Ezt a buszt. Hogy ennek nincs hátsó ablaka. Ablaka. Ezt a majom állatot. Ez most komoly. Miért nincs hátsó ablak egy busznak? Jó, akkor tudod mit? Akkor azt csináljuk, hogy itt belövöm, és mondjuk ott hátul. Á, nem, mert túl sok oszlop van, meg ilyesmi. Ja. Aha, szóval akkor kell találni valami olyan járművet, ami hosszú, és hátul is van ablaka. Oké, és akkor pattanjunk be a buszba, és nézzük meg. És vagy inkább repüljünk be. $250 kerül a jegy! Na. Vége valami jó hír. Oké, és na, irány le a város. Én nem tudtam, én azt hittem, hogy ennek van hátsó ablaka. Hát milyen busz az, aminek nincs hátsó ablaka? Te hallottál már ilyenről, Máté? Mert én biztos, hogy nem. Mi lehet az a jármű, aminek van hátul ablaka és hosszú? Hát csak is egy busz. De van másféle busz, mint ez? Mert van én nem másféle hiszem. Busz, igen. Hát ilyen turista busz. De akkor ne ezzel nem... menjünk ezzel a szarral. Állj meg. Oké, hát még nincs itt busz megálló, várja. A következő busz megállónál tudok megállni, kedves uram. Hívom be a Deluxómat, kedves jó, barátom. Igen. A Meluxónak már vége van. De a Deluxó még itt van velem. Bár nem olyan jó, de így is szeretem. Miért haltam meg? Hát? Nekem most már akkora homlokom van, hogy elérhetővé vált a telekinézis képessége. Na, mehetünk. Cybergris, indulhatunk? Igen. Juhihá, ott a szar buszod. Na, hova is menjünk akkor? Rakja a waypointot, raktál már? Hát csak be a városba. Hopp, van itt busz. Ez ugye olyan, amit te, ami a tiéd. Ennek ugye nincs hátsó ablaka. Ott volt egy másik busz, ami szerintem szintén ugyanolyan, mint a tiéd, csak más színű. Igen. És ennek sincs hátsó ablaka. Itt van egy harmadik féle busz, ami ez valami másik féle, de ennek sincs. Nem, amúgy ez ugyanolyan.
Ennek sincs, ennek sincs. Nincsen a busznak hátsó ablak, Krisz. Mi, ajaj, mi, mit álmodtál te? Hát a valóság alapjára, valóságra alapoztam. Ennek a roncsnak bezzeg van hátsó ablaka. Börtönbusznak, annak van hátsó ablaka, azt meg kell vennem, szóval sajnos most megint 500 ezer. Ja, de nem is 500 ezer, hanem 731 ezer, csak a trade price. Azt a büdös. Mária Máté, akkor föl kell vennem egy kis pénzt, mert nincs annyi pénzem. És hitelt akar fölvenni buszra? Nem, a Night Clubba el kell menni, itt van. Itt is vagyunk. Nem, bejelöltem a térképen. Ja? De mi az, hogy fel kell venned egy kis pénzt, hitelt akarsz fölvenni? Nem, hát a széfemből kiveszem a pénzt, te őről. Jaj, értem, értem. Na jobb is, te csicska. Na itt vagyunk, szállhatsz. Na. Jó, és hova? Szállj me be, ha szállj ja, me Pegasus. Be. Oké, és nem sokára hívhatom a Pegasussal a börtönbuszt. Oké, akkor menjünk a repülőtérre. Pattanj be már. Ez mit csinál? Pattanj be. Hé, úgy tesz, mint a dolgozik, Rukki! Indulás, kedves uram! Na, ennek van hátsó ablaka, ez már jó. Föl kell állni azt, hogy tudod valahová. Tudom, hát egy kocsira. Oké, ennek felállunk a tetejére, oké, ez nagyon magas. Igen. Egy kicsit lejjebb kell, szerintem ez így pont jó lesz. Igen, ez így pont tökéletes. Ki kell lőni az üveget, ugye, hogy ne az üveg. Igen, de hangtompítóssal. Jó, hátsót is mindenképp. Lőd szét, hogy jól, hogy kiessen. Oké, na és akkor rakéta... Hát ez így belső nézetben borzasztó. Szerintem úgy kéne, hogy én lövöm, és te nézed oldalról így a buszt távolról. Hát jó, igen. Hát megnézzük, és akkor megnézzük, hogy hátul kijön-e. Mehet! Ez most kamaj. És belelőtte az elejébe. Megpróbálom távolabbról. Jaj, nem áté, a geng ránk támad. Nyugi. Második próba. Mehet! No! Gyere Máté, próbáld meg te is gyorsan, miatt felrobbam. Ott középen. Látod nem, is? Nem megy át rajta. Megáll. Ja. És úgy mutatja, mintha a üvegbe menne bele. Igen, igen, szóval érdekes, és nincs ott üveg egyáltalán, és amint látod. És átlőni viszont golyóval lehet rajta. Hát, várja. Itt látod a fejemet, hogyha ide állok? Igen, igen, az átmegy, az itt elmegy a fejem felett. Na látod? Jó, és most ugyanoda célzok. Rakétával. És... Ja, és nem jön át. Szóval ez a mítosz hamis, ugyanis nem lehet átlőni a busznak az ablakán hosszában. Úgyhogy Krisztián, ez egy nagyon érdekes experimentó patronum volt, úgyhogy gyere. Oké, és itt vagyok. Jó. De látod, ott valami védelem is van, szállj oda föl, és menj fel a tetejére. Igen, aha, igen, itt a levegőn állok. Igen, igen. Hát még nekem most nem úgy mutatja. De ott igen, ilyen levegőn állsz, ott van valami hitbox. Szóval igen, ez... És abba belemegy. Ja. Sajnos a másik busszal meg ezt nem lehet megcsinálni, mert... Mert nincs hátul ablaka. Szóval ott automatikusan nem ja. tudsz. Szállj már be! Már régen elmentem volna. Szóval ennyi is lett volna az összes mítosz ebben a videóban. Reméljük, hogy tetszett nektek ez az elképesztő király mítosz. Mítoszok, szerintem nagyon király mítoszok voltak megint. Írjátok le, srácok, hogy nektek melyik volt a kedvenc mítoszotok ebben a videóban. És vajon az a mítosz, hogy kiszállok és szétrobbantom ezt a macskát? Az vajon igaz vagy hamis? Hát ez hamis, francba. Na köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha ez tetszett nektek, akkor nézzétek meg ezeket a mítoszos videókat is. Ugyanis ebben is nagyon király mítoszok vannak. És találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!